Előző alkalommal Kokóval mentünk ezen a nagyon szuper kínai nagyfalos pályán. Hurával kellett nekünk haladni. Az első három pálya teljesen kész, jöhet a negyedik pálya. Itt már látható kettő darab drága kő is van. Sajnos nem tudjuk mindkettőt megszerezni. Később majd nyilván megszerezzük, de ez is az egyik kedvenc pályám, mint dinoszauruszok. Gyerekkoromban azok hát nagy kedvenceim voltak, habár még most is, és itt is van egy triceratop. Itt már látszik a Crash 3 eredeti részében. Elég misztikus volt, hogy mi van itt a rácsok mögött, de itt most már látható. Hűha, na akkor indulás és mehet a menekülés, ott érkezik. Nagyon durván jön. Na akkor menjünk és próbálkozzunk összetörni mindent. Ott meg fog állni egy pillanatra, és akkor majd utána fog elvileg jönni tovább. A Crash 2-ben úgy volt, hogy újra meg újra jöttek azok a jegesmedvék, és az elég érdekes volt. Hány darab jegesmedve van itt akkor végül, de itt meg mindig ez a triceratops ott megáll, és akkor utána ő maga jön. Jó, azért nagyokat kellett ugorni, meg a pterodaktilok is ott vannak, a szárnyas madarak, dinoszauruszok, akik elvisznek minket, de ne vigyenek minket sehova. Na most már ott marad? Vagy még mindig jön egy kő? Nem, most már ott marad. Emlékszem, milyen hangja volt. Most nem hallom, hogy olyan hangja lenne, de úgy emlékszem, a Crash 3-ba eredetileg volt valami hang, de lehet, hogy tévedek. Checkpoint, és akkor jöhet az ilyen 2D-s platformozás, TNT és megint TNT, aztán ezeket elpörgöm, és mehetünk tovább itt egyenesen. Jó, oké, na most megfordult a kamera, ez nagyon király. Nem ez az első játéka itt a Naughty Dognak, itt van ez a fű, és ebben ilyen lassan tudunk mozogni, de a pörgünk akkor el is tűnik. Ez egy érdekes ellenfél volt, nem tudtam eredetileg, ez most mi akar itt lenni, mit csinál, mehetsz innen. Ez mit keres itt ebben az időszakban, ez egy jó kérdés, viszont ezt tudjuk, hogy mit keres itt. Egy színes drága kő kell lesz majd ide, azért majd visszajövünk. Jó, vigyázz csak, szevasz. Checkpoint, ezeket törjük össze, a nitro ott van, de mi nem bántjuk a nitrót, mert az ő bán minket. Zácsúszom, jó, megint itt van ez az ellenfél, nagyon érdekes, de mit akarsz, menjél már. A bónusz pálya, nagyon király a bónusz pályás platform is, szerintem ez is egy fejlődés, ott eléggé hasonlítottak a bónusz pályák, talán majdnem ugyanolyan volt végig. Itt a Crash 3-ban meg azért mindegyik témára egyedit készítettek el, nagyon király. 14 doboz lesz itt, úgyhogy törjük össze mind a 14-et. Odafent lehet a kamera kitakarja, de vannak ott dobozok, illetve itt idefent Crash-nél pedig egy felfelé mutató nyíl van azon a dobozon. Egyet pörgök, utána még mindig nem érek oda fel, pörgök még egyet, most már fel tudok így jutni, és akkor így tudok felugorni ide. Elpörgöm ezt a kettőt, köszönöm az életet, ezeket is elpörgöm, mert ezek is a doboz számlálónak a részei, és itt van még kettő doboz, ija. Egyébként ha azt elpörögik, akkor én fel tudok így ide ugorni, van ilyen módszer, a csúszás, az ugrás és a pörgés szinte egyszerre lenyomjuk, akkor tud úgy felugorni ide ilyen magasra, szóval ja. De azért megmutattam, hogy úgy hivatalosan úgy kellene felmenni. Jó, itt is vagyunk, visszaérkeztünk, és akkor újra megváltozott a kamera, ajjajjaj, erre fogunk mi itt haladni. Nem változott meg a kamera, csak én mentem rossz irányba. Jó, átugrom, egy ellenfél, szavaz, jövünk ide, és wow, az a lila szín, ez viszont nagyon király, nagyon szép. Figyelj, és ha felveszem, akkor már nem lesz olyan lilás, nagyon jó. Ide kell nekünk egy felkiáltójeles, ez volt az a felkiáltójeles betonkocka, ráugrunk, és akkor ezeken végig tudunk így ugrálni, hogyha elég ügyesek vagyunk. Nekem sikerült, nagyon jó. És aztán jövünk ide, jó. Na és most változott meg a kamera, és újra itt van ez a dinoszaurusz, törjük ezeket össze, checkpointot ad bizony, és akkor mehetünk. Meneküljünk, figyeljünk az akadályokra, illetve a bumpára. A bumpa mutatja nagyjából a helyes utat, de csak nagyjából. Hoppá, azt összetöröd nekem? Jó, összetörte. Mehetünk tovább, de ajaj, ajaj, azt összetörte. Jó, azt összetörtem én, menjünk kicsit gyorsabban. Ennek nem lesz jó vége. Nitro van ott, jó, ajaj, ez a fű, oké, itt ezt, meg azt is. Megvan a drága, hú, oké, most odafent ott van, na mi van, ide nem jössz le. Oké, kész vagyunk. Vissza is értünk, a negyedik pályáról megvan egy kristály és egy drága kő. Másik drága kő, ez egy színes drága kőke. Jó, sokszor mondtam ezt a szót. Na menjünk vissza a relikviáért, gyűjtsük össze. Oké, na kezdődhet is a relikviázás, ezt felveszem, és akkor hajrá, gyerünk. Már is adott a játék egy akumaszkot, ez már nagyon jó. Gyorsan ezzel a pörgéssel, az a... wow, vigyázz, ne túl gyorsan, nem kellene, hogy elrontsam, hogy ezt az ugrásokat, hogy azért segít. Egyébként az, hogy elég fényes ez a láva itt. Látható, hogy mikor fog az jönni. Hát tényleg szép a játék, ez nem lehet vitatkozni ezzel. Én úgy gondolom legalábbis. Jó, most akkor itt van a... aha, itt van a forgás, TNT, megint TNT, és akkor utána menjünk, azt elpörgöm. Oké, megvan a három maszk, ilyenkor lehet gyorsan szaladni. Jó, nem is kell nekem semmi, én így végig megyek. Nem kell nekem a gyors futási játék végéről. Jó, itt lesz egy 2 másodperces, jó. Szóval itt van még valami? Á, már nincsen más. Eddig tudtam jönni, de ez is jó. Jó
volt, csúszunk és ugorunk. Ó, vigyázz! Jó, mehetünk újra a csúszással. Ezt aktiválom. Van itt valami? Semmi nem lesz be? Pedig azt hittem. Nézzük, az pörögik el. Az csak egy másodperc volt, nem baj. Ezt is. Jó, mehetünk. Na jó. Oké, most ez az utolsó, ez már a vég. Célegyenes, ez már a célegyenes, úgyhogy ügyesen. Ne, elrontom. Nem baj, nem baj. Van még egy akumaszk, az is még segíthet. Jó, vigyázz. Oké, menjünk. Itt vannak a nitrók, és itt van a pálya vége, igaz? Vagy hogy is van? Ó, nem már! Ó, de elrontom! Ú, véletlenül rossz nyomom. Jó, próbáljuk meg megint. Sajnos az egyik lávánál elveszítettem az első maszkomat. Nagy kár érte, pedig hát megpróbálom így is teljesíteni. De már azt tudom, hogy itt nem kell az a felkiáltó jeles. Na most nem ugrálok annyira, nehogy aztán megint az legyen. Ú, ne! Nehogy az legyen a gond megint, hogy ugrok. Na várjál, most már inkább lassítsunk le. Itt van a pálya. Igen, ez a pálya végig. Gyerünk oda, fordulj be, és 1.30. Horvaj relikvia így is? Ha mi van itt? Nagyon megy most nekem. Lehet nem is kell ez külön videó ezekről. Hogy lehet akkor az összes platina. Nem, az túlzás, ne. Platina azért szerintem az túlzás még nekem is. Pedig én elég sokat játszottam ezekkel a játékokkal. De hát megpróbálkozom vele. Hát mi lesz, hogyha megvan a gyors futás? Az nem gyorsabb, mint ez a csúszva pörgés? Jó kérdés, ha tetszett a videó, lájkoljátok. Ha nem akartok lemaradni a folytatásról, iratkozzatok fel.